Több a bántalmazott gyermek, a család és gyermekjóléti központok gyűjtik össze az adatokat, a tavalyi statisztikák is emelkedést mutatnak országosan és a járásokra lebontva is. Vannak statisztikák, mely szerint közel 200 ezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. A családon belüli bántalmazás is gyakori, de a rossz bánásmód, az elhanyagolás vagy az érzelmi bántalmazás is ugyanolyan súlyos probléma. Az UNICEF a gyermekbántalmazásokra vonatkozó statisztikájában a gyerekeket érintő fizikai és szexuális bántalmazások száma is növekedést mutat. Magyarországon is törvény tiltja a gyermekbántalmazást, mégis riasztó számok látnak napvilágot a bírósági, rendőrségi statisztikákból. Körülbelül évi 15 ezer gyerek lesz áldozata erőszakos bűncselekménynek. A családon belüli bántalmazás eseteit feltárják és megoldást keresnek a család és gyermekjóléti szolgálatok. A súlyos esetek hatósági eljárásokat vonnak maguk után, sok esetben kiemelik az érintett gyermeket a családból, van, amikor nevelőszülőkhöz esetleg gyermekvédelmi intézménybe kerül a gyermek. A gyermekek védelme az erőszak valamennyi formájától alapvető jog, amelyet a hazánk által 1991-ben elfogadott ENSZ gyermekjogi egyezménye és más nemzetközi emberi jogi szerződések és normák biztosítanak. A témát folytatjuk vendégeimmel. Lengyelné Pogácsás Mária a vendégem és Borsodi Busz Emese. Üdvözlöm Önöket! Mi az év elején a gyermekvédelmi törvény változásai kapcsán már beszélgettünk, és egy picit benne volt ez is, hogy a családon belüli erőszak, illetve a jelzőrendszer megerősítése, de most ez a statisztika tényleg megdöbbentő adatokat hozott ki, és mi még igazából ebben a felvezető anyagban nem is ecseteltük a konkrét számokat és tényeket, de hogyha megnézzük, akkor ön alá tudja támasztani azt, hogy mennyi gyermeket ért valamilyen elhanyagolás, bántalmazás, vagy akár ki is kellett emelni a családból a gyerekeket. Így van, a kollégáim visszajelzés alapján 2016-os évben az eddigi évekhez képest tényleg nagyon magas számban, jóval nagyobb számban történt kiemelés a családból. Nyilván ez már egy nagyon végső stádium és végső eset, mert hogy mi azért vagyunk egyrészt jelzőrendszert működtető szervezetként, hogy kvázi egy első szűrőként hozzánk beérkezzenek a jelzések, és az elsődleges feladatunk az mégiscsak az, hogy a családban maradjon a gyerek, és ott próbáljuk neki megadni azt a támogatást, amire neki szüksége van. Na most, ha a bántalmazást nézzük, akkor legalább ugyanolyan hangsúlyos az elhanyagolás is, és a fizikai, a lelki, az oktatási, nevelési elhanyagolás a statisztikáink szerint azért nagyon szép számmal fordul elő, illetve ami a tavalyi évhez újdonság, vagy tavalyi évhez képest újdonság, hogy Nyíregyházán a család és gyermekületi szolgálat, ugye az illetékes, itt még alapellátás keretein belül tudjuk mondjuk az elhanyagolást kezelni, de a bántalmazás tekintetében már a nyíregyházi járás összesen 15 településéről érkeznek hozzánk az adatok, illetve az adatokat megelőzően a tények, és beszélhetünk egy ilyen 55-58 főről, kiskorúról, akit valamilyen szinten bántalmazás ért. És ami tényleg egy nagyon riasztó dolog, hogy ebben 3 kiskorút szexuális zaklatás is. És ezek azok, amik eljutnak hozzánk, és amivel mi tudunk dolgozni, és én azt gondolom, hogy biztos van még olyan is, amit nem feltétlenül látnak a környezetben élők. És hát vannak olyan esetek, amelyek pedig tovább kerülnek az ügyészség látókörébe, illetve majd később a bíróság dönt ügyekben. Érdemes arról beszélni szerintem, hogy jogi értelemben véve mi számít elhanyagolásnak, bántalmazásnak, veszélyeztetésnek, hiszen volt már olyan eset itt a megyében is, amikor most hat település nevét nem is mondom, de több hónapon keresztül fogva tartotta, vagy zárva tartotta a gyermekét az édesanyja egy nagyon kis helyiségben, majd aztán azt mondta, hogy ő nem is tudta, hogy büntettet, vagy a BTK szerint büntethető tettet követett el. Tehát, hogy hol vannak ezek a jogi határok? Ezt minden egyes esetben külön-külön kell megvizsgálni, hogy az a szülő a tőle elvárható magatartást tanúsította-e. Nincsenek ilyen általános mércék, amivel már büntetőjogi szankció következik egy-egy tett kapcsán, de mindig azt kell vizsgálni, hogy az adott szülő és a gyermek vonatkozásában a kritériumoknak megfelelte. Tehát ez a veszélyeztetés mennyire volt súlyos fokú, és a szülő által érzékelhető.
hogyha a családsegítésben megtalálják ezeket a problémás eseteket, feltárják az okokat, mi az oka annak, hogy ennyi elhanyagolt vagy bántalmazott, és akkor sorolhatnám még a többi kategóriát is, gyermek van? Hű, ez egy nagyon jó kérdés, mert én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok oka lehet. Egyrészt azért az ilyen családokban halmozottan jelentkeznek a problémák a szülőknél is. Tehát a mély szegénységben él, munkanélküli, nincs meg az a természetes gazdasági támogató környezet, ebből fakadnak és gördülnek a következő problémák, és a szülők, mert gyakorlatilag az is gyerekveszélyeztetettségnek számít, hogyha anya-apa esik egymásnak, és ennek szemtanúja a gyerek. Tehát nagyon-nagyon sok problémát fel lehet sorolni. Nagyon sok esetben a szülő nincs is azzal tisztában, hogy például az elhanyagolásnak milyen fajtáját, vagy egyáltalán milyen súlyos mértékben követi ezt el. Én azt gondolom, illetve a tapasztalataink is azt mutatják, hogy az, hogy valakinek nincs olyan szép ruhája, vagy rendszeresen új ruhája, az még nyugodtan zárójelbe lehet tenni ahhoz képest, hogy ő azt az érzelmi hátteret nem kapja meg a természetes támogató környezetében, amivel ő egy egészséges felnőtté tud válni. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy időben kerülnek a családsegítők látókörébe ezek a családok, hiszen hogyha van egy rossz anyagi körülmény, vagy egy nehéz anyagi körülmény, és ugye ráhalmozódnak a problémák, már akkor jönnek a családon belüli konfliktusok, bántalmazás, stb. Esetleg időben be lehet-e, vagy be tudnak-e avatkozni, tudnak-e akár segítséget is nyújtani? Hát időben be tudnánk avatkozni, de nem mindig kerül el időben hozzánk az eset. Tehát, hogy mivel most már ugye együtt van családsegítés és gyermekjólét, és a mi feladatunk az, hogy komplexen a családot lássuk, és az adott problémára próbáljunk valamilyen megoldást keresni, ezért így, tehát eljut hozzánk az, hogyha a felnőttek esetében anyának, apának valamilyen problémája van, és ezen megpróbálunk segíteni. De nagyon sok esetben egyszerűen nem jutnak el hozzánk időben az információk, mert még a gyermekvédelemben nincs önkéntesség, és hogyha egy gyermek valamilyen bajban van, akkor ott közbe kell avatkoznunk, akár hatóság bevonásával. Viszont a családsegítésben még mindig az önkéntesség egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát csak akkor tudunk segíteni, hogyha ő ezt elfogadja. És ezért van az, hogy az utolsó percig azért takargatják is, hordozzák ezeket a problémákat. De azért mégiscsak fontos annak a jelzőrendszernek a megerősítés, hogy minél hamarabb eljusson az információ a családsegítő gyermekjóléti szolgálatokhoz. Miben tudnak és mit tenni ez évtől, hogyha már a törvény is önök mögé állt? Igen, ugye a jelzőrendszer az nem újdonság, hiszen eddig is nagyon intenzíven működött. Nyilván vannak mindig hiányosságok, ami megerősíti a jogalkotókat arra, hogy még jobban pontosítsanak. Talán több szankció került bevezetésre, most kiemelném a szülőknek a felelősségre vonását. Tehát, hogyha a szülő, és ezért mégiscsak ő az elsődleges, aki ott áll a gyerek mellett, ő nem teljesíti kötelezettségeit a jelzőrendszer tagjaival, nem működik együtt, akkor felelősség vonható, és ez egy nagyon fontos dolog. Nézzük meg a következményeket, hogyha ugye ebben a gyermekvédelmi törvényben, ebben az új gyermekvédelmi törvényben például benne van az, hogy a szülőnek kötelező együttműködnie a védőnővel, el kell vinnie a gyermekorvoshoz a gyereket, védőoltásokat fel kell venni, de aztán később ugye a tanulmányai során is biztosítani kell az alapvető feltételeket a tanuláshoz, stb. Hogyha ezek kiderülnek, felszínre kerülnek, és úgymond hibáztatható, felelősségre vonható a szülő, akkor milyen következmények lesznek, jogi következmények, és még nem is érkeztünk el a bántalmazásig, mondjuk. Igen. Kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt lehet a szülőket felelősségre vonni, testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi veszélyeztetés esetén. Ez a elhangzott itt többször, ez az érzelmi veszélyeztetés, ez az új BTK-val került be ebbe a bűncselekménybe, a tényállási elemek közé, hiszen ide sorolható az érzelmi elhanyagolás, és akár a lelki terrorban tartás, tehát mind a két véglete ennek az érzelmi veszélyeztetésnek, ami korábban nem volt megfogható. Most már ebbe a tényállási elemként bevonható és büntetőjogilag szankcionálható. Kiskorú veszélyeztetésének büntete 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, tehát egy komoly bűncselekmény. Ezt sem tudják általában a szülők, hogy ilyen súlyos szankciója van annak, hogyha a gyermeküket veszélyeztetik.
És amellett, hogy valamilyen büntetést szab ki a bíróság, amellett sokkal érzékenyebben érinti a szülőket az, hogy a szülői felügyeleti jogtól is eltérthetje őket a bíróság ügyész indítványra. Ez, hogyha szabadságvesztés büntetést indítványozunk, akár felfüggesztettet, akár végrehajtandót, akkor kötelezően az ügyész indítványozza is azt, hogy a szülői felügyeleti jogtól tiltsák el a szülőket. Akár a gyermekbántalmazás témakörben, de elhanyagolás vagy veszélyeztetés témakörben is a sajtóhoz több eset vagy több ügy is elkerülhet, eljuthat. Mi is kapjuk az információkat az ügyészségtől, de talán a nyilvánosságnak is tudnia és látnia kellene ezeket az eseteket. Itt a megyében milyen esetekkel, milyen ügyekkel, problémákkal találkoztak nemrégiben? Hát Nyíregyház egyik bokortanyáján volt nemrégiben egy kirívó eset. Olyan szintű elhanyagolás történt a szülők részéről, hogy mind a két szülő vádlott lett, vádiratot írt ellene az ügyészség, hiszen Koszban, Szemétben éltek ez a 8 tagú család, hiszen 6 gyermek és 2 szülőről beszélünk. Állati ürülékkel volt tele a lakás, családgondozó egyszer egy tetemet is találta a hűtőláda mögött, egy állati tetemet. Ezek már olyan szintű veszélyeztetést jelentenek, ami miatt büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni. Ennek a családnak meg volt a kapcsolata a családgondozóval, tehát? Igen, rendszeresen járt hozzá a családgondozó, tehát heti rendszerességgel ellenőrizte, hogy betartja azokat az előírásokat, amiket a szülőknek előírtak ahhoz, hogy egyáltalán a családban maradhassanak ezek a kiskorúak. Már védelembe voltak véve a kiskorúak, ugye itt ilyenkor ugye meg is határozza a gyámhivatal azokat a magatartásbeli dolgokat, amiket a szülőnek teljesíteni kell, és ezért van az, hogy nem csak a családsegítő, hanem adott esetben ugye a védőnő, illetve a házi orvos, gyerekorvos, az ilyenkor mind ott van, és a jelzőrendszer tagjaként próbál cselekedni. Egyre szélesebb összefogásra van szükség, ugye a statisztikák is ezt mutatják. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk.